Hello, sziasztok! Idén összesen 153 fiatal kutató vett részt a 10. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencián. A tudományos és művészeti szekció egyaránt a kristály fogalma köré épült. Az Újvidéki Diák Színpad táncos műsorával nyitott a VMTDK. A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 10 éves. Ez az a hely, ahol megmutathatod, mit tudsz. A tanárok biztosan felfigyelnek rád, de az is lehet, hogy a jövőbeli munkaadód is itt fedez fel. Tudomány és művészet itt nem kizárja, hanem kölcsönösen erősíti egymást. A VMTDK 0. napján a művészeti ki a főszerep. Képkiállítás, performance, koncert és színházi előadás. Jó alkalom ismerkedésre, akklimatizálódásra, egy utolsó nagy lélegzetvételre a másnapi konferencia előtt. Mindig úgy éreztem, hogy ez a konferenciának egy olyan, mint amikor az úszóknak a sípsz előtti vízbeugrás. Tíz év alatt kikristályosodott a konferencia karaktere, így lett a kristály az idei top téma. El is árulom rögtön, hogy jövőre a gömb a témánk. A kristály gömb díj, ugye a VMTDK díja, és hát ebből is látszik, hogy ez egy játék, egy kihívás, egy kísérlet, hogy hogyan tudják a fogalmak vonzani maguk köré a kutatási témákat, területeket, tudományokat, művészeteket, és hogy ebből vajon mit tud kiemelni a megszületett dolgozatok alapján a TDK, vagyis hát kialakul egy olyan diszkurzus, ami éppen erről a feldobott kulcsról szól, ehhez kapcsolódik. A legjobb a legjobbak között a kristálygömb díjas. Az idén Beke Otto nyelvtudós, irodalomkritikus és szóbűvész a díjazott. A TDK kapcsán mindenféleképpen ki szeretném emelni a mi tudományos diákköri konferenciának a főbb jellemzőit, amelyek egytől egyig véleményem szerint a konferencia, a tanácskozás pozitívumai közé sorolandók. Először is mindenképpen ki kell emelni, hogy a TDK-ra, a mi TDK-ra nem a versenyjelleg jellemző, sokkal inkább a fiatal kutatóknak az a lehetősége, hogy egymás előtt meg tudnak nyilatkozni. Egy olyan közegről van szó, amelyben nyitottság uralkodik, és a különböző eredmények, koncepciók egymás előtt tudnak föltárulni. Emellett pedig ki kell emelni, hogy például a tömeges magyarországi részvétel azt bizonyítja, hogy érdemes a vajdasági TDK-ra eljönni, a vajdasági TDK-ra jellemző vendéglátás, a magas színvonal, a nyitottság és a nem verseny jellegű légkör mindenféleképpen a TDK pozitívumait gazdagítja. A konferencia rangjának emelkedését jelzi az, hogy az idén a Magyarság Tudományos Csúcsintézménye, az Akadémia elnöke nyitotta meg a tanácskozást. Amennyire volt módom belenézni a témákba, igen érdekes témák, és a magyarországi TDK-tól annyiban különbözik, hogy itt a tudomány és művészet együtt van, még ez is ad neki egy különös ízt. Én az egyetemi tehetség segítés egyik legfontosabb fórumának érzem a tudományos diákkört. Ez a tanár és diák közötti olyan bensőséges kapcsolat, ahol igazán megjelenik a mester és tanítvány, diák és tanár viszony. Depressziós disznótól hajléktalan tetoválásokig terjedt a hallgatók témaválasztása. Voltak elvont és konkrétabb dolgozatok, volt, aki alkalmazásra kész technológiát dolgozott ki. Ugye a témám az volt, hogy az üveghulladék és annak az újrahasznosítása az építőiparban. Nagyon érdekes következtetésre jutottunk. Ez tulajdonképpen egy ilyen gyűjtő munka, ami próbálja minél szélesebb körbe bemutatni az üvegnek az újrahasznosítását, és arra jutottunk, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon széles körű, tehát magában az építőiparban itt különösen fontos neki a felhasználása, hiszen ez egy olyan terület, ami a legtöbb nyersanyagot igényli. Verselemzéstől gyermekrabláson át digitális bevándorlókig. Aktuális társadalmi jelenségek elemzésével foglalkoztak a fiatal kutatók. Beszélgető partnerünk Felvidékről érkezett. Megszertett ugye az, amit úgy hívunk, hogy tömegkultúra, és a tömegkultúrát a tömegember produkálja, tehát így ez a kettő vice versa működik. Tehát tömegember és tömegkultúra az egy és ugyanaz végül is.
tömegkultúrát elég sok kritika éri. Olvastam olyan definíciókat is, hogy már mielőtt megszületett volna a tömegkultúra, már kritizálták. Többek között azért, mert hogy nem képvisel igazi valódi értékeket, de ez talán abból is fakad, hogy mindenki számára érthető, és így bizonyos szempontból adott elit rétegeknek ez nem annyira tetszik. Konkrétan itt megemlíteném Nietzsche-t, illetve Schopenhauert, akik ezt kifejezetten kritizálták. Jobban oda kellene figyelni a fiatal tudósokra. Ezt bizonyítja egy jogász hallgató, aki a szerbiai alaptörvényben alkotmány ellenes rendelkezést fedezett fel. Így hangzik, hogy a kisebbség és az emberi jogok, a szavatott kisebbség és emberi jogok az alkotmányos célnak megfelelően a törvényel osztalmal korlátozhatóak. Tehát tudnivaló az, hogy bármely jog korlátozása vagy megsértése nem engedhet a jog érvényesülésének, ebből kifolyólag maga a szakasz, ezen szakasz tulajdonképpen az alkotmány hitelességét kérdőjelezi meg, valamint ilyen szakaszra még a kínai alkotmányban bukkantam, ami evidens, hogy Ázsiához tartozik, és Szerbia pedig Európában van, és az Európai Unió része szeretne lenni. Jövőre tehát a gömb a VMTDK kiemelt témája, a motto pedig továbbra is, fő a részvétel.